Sofőröket keresnek, kamionos és buszvezetői állásokat kínáltak több száz érdeklődőnek helyi fuvarozó vállalkozások Nyíregyházán. Vállalkozz digitálisan, a korszerűsítő cégek akár többlettámogatást is kaphatnak egy-egy pályázatnál. Bejelentési kötelezettség, ezen túl az illetékes jegyző engedélye szükséges a furt kutak kialakításához. Kamionos és buszvezetői állásokat kínáltak több száz érdeklődőnek helyi fuvarozó vállalkozások Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Olyan sofőröket kerestek, akik már részt vettek egy speciális képzésen. A hivatásos járművezetőkből hiány van Magyarországon, jelenleg 6000 üres állásra keresnek jelentkezőt. Nem ámították a jelentkezőket a fórumon, így is volt, aki buszra akart ülni. Jelenleg autóbuszvezetőnek jelentkeztem, és szeretnék ezen a pályán elhelyezkedni. A bérezés milyen? Hát az ígéretek szerint ilyen bruttó ilyen 190 és 200 ezer forint között van, de ez attól függ, hogy mennyi dolgozik a munkavállaló, és milyen munkabeosztásban van. Nem csak buszvezetőket, hanem teherautó sofőröket is kerestek. Ez a cégvezető azt mondta, 4 új munkatársra van most szüksége. Többnyire nemzetközi fuvarozással foglalkozunk, és megközelítőleg 4 gépkocsi vezetőre lenne szükségünk. Folyamatos bővülés miatt általában azért 1-2 gépkocsi vezető szinte folyamatos felvételre szükségünk van, és ezért is próbáltunk jelen lenni ezen a tájékoztatón. A jelentkezők többsége a kamionos állások iránt érdeklődött. Szeretnék teherautóra ülni, valamivel jobban fizetnek, mint a kis teherautók, aztán úgy láttam, hogy van egy pár ilyen kedvező ajánlat számomra is, meg szerintem sok minden másnak is. Az állásbőrzére azokat hívták meg, akik már részt vettek egy előzetes válogatáson és képzésen. Nem támasztottak szigorú feltételeket. CC plusz E, illetve D kategóriában, illetve hozzá kapcsolódó GKI és egyéb képzések vonatkozásában. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bemeneti feltételeket tisztázzuk, alapfokú iskolai végzettség, B kategóriás jogosítványnak a megléte, illetve a szűrési eljárásokon való megfelelés. A fórumon szóba került az a német és francia javaslat, ami 8,5 illetve 10 eurós minimál órabért írna elő azoknak a kamionosoknak, akik országukba belépnek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára azt mondta, tiltakoznak a javaslat ellen Brüsszelben. Mindenki igyekszik a saját maga piacát védeni, így a németek is és a franciák is, de az, hogy a gépjármű vezetők kizsákmányolása folyik, ez azért abszolút nem igaz. Szükség van a gépjármű vezetőkre ott is, itt is, tehát valóban egy egyszerű piaci verseny oldhatná meg, nem pedig egy szabályozás. A tájékoztatón elhangzott, jelenleg 35 ezeren keresnek állást a megyében. Rezsőfi István főosztályvezető azt mondta, végzettséggel sokkal könnyebb elhelyezkedni. Még egy jó szakmával azért azt mondom, hogy egy olyan 50-60%-nyi esélye van itt a megyében elhelyezkedni az illetőnek. Felsőfokú végzettséggel kb. 70%, egy alapfokú vagy az alatti iskolai végzettséggel egy 25-30% az elhelyezkedési lehetőség. És ezért nagyon fontos az, hogy ha az iskolarendszerben az illető esetleg kiesett, vagy nem tud szakmát szerezni, azt a felnőtt képzés keretében lehessen megszerezni. Évente 1000 álláskeresőnek indítanak tanfolyamokat a megyében. A Ragad meg a kulcsot elnevezésű állásbőrzét legközelebb Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Miskolcon rendezik meg. Informatikai hátterük fejlesztésével a Digitálisan felkészült vállalkozás címet is elnyerhetik a hazai kis- és középvállalkozások. A korszerűsítő cégek ezzel a minősítéssel akár többlettámogatást is kaphatnak egy-egy pályázatnál. Erről is szóltak a Modern Vállalkozások Program nyíregyházi bemutatóján. A program célja, hogy a KKV-k fejlődjenek, kihasználják a digitalizáció által nyújtott előnyöket. CRM és ERP, ezek olyan rendszerek, amelyek valamelyikét szinte biztos, hogy használják a magyar vállalkozások, ám megdöbbentően kis számban. A képeken is látható, az uniós átlagtól jóval el vagyunk maradva. A Modern Vállalkozások Program Vállalkoz Digitálisan című nyíregyházi rendezvényén azt hangsúlyozták, a 21. században a vállalkozások úgy fejlődhetnek, ha informatikai hátterük és szemléletük is korszerűsödik. A Szabolcs-Szatmár
Kolozsvár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára kiemelte, a legtöbb térségbeli cég elmaradott informatikai, infokommunikációs területen. Nagyné Varga Katalin hozzátette, a kamaránál közel 30 ezer gazdálkodó szervezetet tartanak nyilván. Ennek jelentős része kis és középvállalkozás. Van, aki elég komolyan használja az informatikai rendszereket, de nagyon sok esetben, sőt jelentős részben mondhatnám azt, hogy problémák adódnak az infokommunikációs rendszerek használatával, és ez a mai világban már elengedhetetlen, itt fejlődni kell. Nyilván itt a cégvezetőknek is egy szemléletváltásra van szükség, hiszen ezeket a technikákat ahhoz, hogy ők bármilyen nagyobb cég beszállítójává válhassanak, ezeket alkalmazni kell tudni. Hogy a vállalkozások megismerjék az új rendszereket és lehetőségeket, országos tanácsadói hálózatot hoztak létre. Igyekszik a kis- és középvállalkozások auditját, informatikai auditját elvégezni. Ezt az auditot követően a vállalkozások számára a tanácsadóink fejlesztési javaslatokat tesznek, forrásokat javasolnak ehhez, és ezt követően egy digitálisan felkészült vállalkozás státuszt kaphatnak a cégek. A címet elnyerő hazai kis- és középvállalkozások a hamarosan megjelenő infokommunikációs fejlesztéseket elősegítő pályázatoknál 5%-kal több támogatást kaphatnak. A nyíregyházi konferencián kiemelték, a Modern Vállalkozások program egy évig tart, és a közeljövőben Kisvárdán és Mátészalkán is tartanak majd információs napot. Mától kötelező bejelenteni azokat a fúrt kutakat, amelyekből ivóvizet fogyasztanak a lakók. A június 15-én életbe lépett kormányrendelet módosítás szerint ezentúl az illetékes jegyző engedélye szükséges a fúrt kutak kialakításához. A kérelmek beadásához egy 5000 forintos illetékbélyeg is szükséges. A kertvárosi és családi házas övezetekben sok helyen található az ásott vagy a fúrt kút a kertekben. Június 15-től azonban már csak jegyzői engedéllyel lehet ehhez hasonló fúrt kutat kiépíteni a saját udvarunkban, ha annak vizét emberi fogyasztásra is használják. A bejelentést követően vizsgálni is fogják majd a kutakat. Egy vizsgálat során ellenőrzik a víz fizikai tulajdonságait is. Ide tartozik például a színe, a szaga és a zavarossága, de mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokra is számolhatnak a tulajdonosok. A kötelező bejelentéshez a kötelező vízvizsgálat is párosul. Minden esetben az illetékes népegészségügyi hatóság ellenőrzi majd a víz minőségét, hogy alkalmas vagy sem emberi fogyasztásra. Az engedélyeket minden településen a helyi jegyző adja ki egy 5000 forintos illetékbélyeg megvásárlása után. Azokat a kutakat érinti a bejelentés, amelyeknél három feltétel is teljesül, közölte Újfehértó település jegyzője. Talajvízkészlettel, parti szűrési vízkészlettel működnek, és a vízigénybevételével szinten az 500 köbmétert nem haladja meg. Épülettel vagy épületépítésére jogosító határozattal bejelentéssel rendelkező ingatlanon létesülnek, és magánszemélyek ivóvíz vagy háztartási célú vízigénybevételét szolgálják, és nem gazdasági célú vízigénybevételről van szó. Az engedély kérésekor a tulajdonosnak tervezői jogosultsággal rendelkező szakember által kiadott műszaki tervdokumentációt, fennmaradási és bányafelügyeleti engedélyt is be kell adnia a jegyzőhöz. Az is fontos feltétel, hogy a létesítmény a talaj és felszín alatti vizeket ne veszélyeztesse. A nem bejelentett kutak után bírságot szabnak majd ki, amely minden esetben a megépített létesítmény értékének 80%-a. Nem kell börtönbe vonulnia annak az 5 fiatalembernek, akik 2013. augusztusában Nyíregyházán szexuálisan zaklattak egy kiskorú lányt. A debreceni ítélőtábla tanácsa, megváltoztatva az elsőfokú bíróság ítéletét, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a vádlottakat. Az indoklás szerint a vádlottak cselekménye mélyen elítélendő magatartás, azonban esetükben a büntetési célokat nem csak szabadságvesztés kiszabásával lehet elérni. A másodfokú bíróság abból az elvből indult ki, miszerint a fiatalkorúval szemben szabadságelvonással járó büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha a büntetés célja más módon nem érhető el, illetőleg fiatalkorúak esetében a büntetés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányban fejlődjön és a társadalom hasznos tagjává váljon.
Sikeres volt az a munka, amelyet a magyar emberek biztonságának érdekében végeztek tavasszal a parlamentben, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Simon Miklós országgyűlési képviselő. A fideszes politikus szerint a hatóságoknak mind a jogi felhatalmazásuk, mind a pénzügyi hátterük megvan ahhoz, hogy terrorfenyegetettség esetén megtegyék a szükséges lépéseket. A tavaszi ülésszak központi témája volt a biztonság fokozása, kiemelném az alaptörvény módosítását, amely egy új helyzetet teremt, és ilyen formán szükséghelyzetben, tehát terrorvészhelyzetben a honvédség is bevethető. Az önkormányzatok jó gazdák akkor is, ha oktatás-nevelési intézményről van szó, véli az MSZP megyei alelnöke. Halmi József nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a kormány ismét egyedül döntött, a vegyes fenntartói rendszert eltörlik, központi irányítás alá kerülnek az iskolák. A politikus más témában is szólt, kiemelte, a bentlakásos intézményeknél hozzátartozói támogatás is szükséges lesz a jövőben. Az a munkanélküli, vagy jövedelemmel nem rendelkező, vagy közmunkás bérből élő, vagy minimál bérből élő, mert látjuk, hogy az sem magas, hogy fogja kiegészíteni akár a szülő, akár a gyerek, vagy akár az unokának a gondozási díját, miközben ő maga, vagy a családja eltartására se alkalmas, miközben van egy másik intézkedés, ami meg az, hogy az elfekvő betegeket kiveszi az egészségügyi ellátásba, és beviszi a szociális ellátásba, és a kettőből fennmaradó összeg, ez becslés szerint egy 63 milliárd forint lehet, amivel az állam mit akar? Miért vonja ki ezt a pénzt? Miért nem hagyja ezt a pénzt benne, vagy miért nem tesz több pénzt benne? Módosítaná a hétfőn elfogadott 2017-es költségvetést a Jobbik. 27 milliárd forint értékben összesen 11 nyíregyházát érintő javaslatot adtak be a párt képviselői, hangzott el a Jobbik sajtótájékoztatóján. A parlamentben hétfőn fogadták el a jövő évi központi költségvetést. A nyíregyházát érintő fejlesztésekre akar a Jobbik plusz állami támogatást szerezni. Elsősorban a nyíregyházi börtön bővítésére, körforgalmak építésére és városi uszodaépítésre adtak be javaslatokat, közölte Lengyel Máté. Azokat tartottuk szem előtt, amikre nyíregyházának az elmúlt 26 évben nem volt megfelelő kerete arra, hogy ezeket az elképzeléseket megvalósítsa, illetve amiknél úgy gondoltuk, hogy a jövőben sem lesz plusz forrás, állami támogatás, hogy ezek mi hamarabbi megvalósítása megoldódjon. Két személy sérült meg abban a balesetben, amely kedd délután történt a 49-es számú főúton Mátészalka és Jármi között. Egy Mátészalka felé tartó terepjáró előzésbe kezdett, amikor vezetője azt észlelte, hogy az előtte haladó jármű is előzni készül. A terepjáró sofőrje az ütközés elkerülése érdekében félrerántotta a kormányt és egy fának ütközött. Végleg kicsengettek az iskolákból, a legtöbb oktatási intézmény bezárta kapuit. Arról, hogyan várják a gyerekek a vakációt, hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Jelentős a játékos mozgás a holt szezonban a kisvárdai labdarúgó csapatnál. Az MB2 negyedik helyén végző együttestől 8 futballista távozott, pótlásukra eddig 5-en érkeztek. Történt változás a szakmai stáb összetételében is, Sós Imre helyét Kovács János foglalta el. Bravúrra van szüksége az Ibrányi futballcsapatnak az MB3-ba kerüléshez. Gerlicki Máté együttese az osztályozó első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett Kaposváron. A visszavágó szombaton 15 órakor kezdődik Ibrányban. Felkerült a V betű is a táblákra, most már teljes egészében olvasható a vakáció szó. Végleg kicsengettek az iskolákból, a legtöbb oktatási intézmény bezárta kapuit. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több iskolájában már csak a pedagógusokat és a portásokat találtuk, azonban akadt olyan intézmény, ahol ma még ballagtak a diákok. A pedagógusok és az érettségizők azonban nem pihennek, nekik még lesznek olyan napjaik, amikor meglátogatják az alma mátert. Ez a mátészalkai Móricz Zsigmond iskola, csend és nyugalom honol az intézményben, még a székeket is felrakták a padok tetejére, szeptemberig talán le se kerülnek onnan.
Az udvari játszótéri eszközök és a focipálya is üres, a vakáció hivatalosan is elkezdődött Máté Szalkán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan intézményt is találtunk, ahol már nincs tanítás, de a nyíregyházi ötös iskolában még csak most került fel a V betű a táblára. A legtöbb diák már nagyon várta a szünidőt. Ez az utolsó nap az iskolában, már nagyon vártuk, hogy vége legyen. Az utolsó hetek már nagyon nehezek voltak az iskolából, mert nagyon hosszúak voltak a napok, meleg volt, nagyon meleg volt a teremben. Most, hogy elkezdődött a nyár a barátaimmal, azt tervezzük, hogy nagyon sokat leszünk együtt, megyünk a strandra, megnézzük most a foci EB, ahogy elkezdődött, fogunk kijárni, megnézzük, és szeretnénk kijárni levelekre a wakeboard pályára, mert nagyon szeretünk wakeboardozni, és ott szeretnénk sok időt eltölteni együtt. A második A osztályosok is búcsúztatják az iskolát, az utolsó tanítási napon ők a felsősöktől csendesebben, de konkrét nyári tervekkel várták a vakációt. Megyünk táborba nyaralni, mamához kirándulunk. Vártad már a szünetet? Igen. Az ötvösből ma ballagtak el a nyolcadikosok, virágokkal díszített korlátok mutatták útjukat. A mai napon pedig tekintettel a ballagásra, tanítási napnak érvényesnek kell lenni, tehát 3 órás tanítási napot szerveztünk, és ezt követően kerül sor a ünnepélyes programra, és akkor holnaptól pedig kezdődik a vakáció a diákoknak. A pedagógusoknak egyelőre még nincs szünet, valamint az érettségizőknek is lesz még olyan napjuk, amikor a szóbeli miatt be kell menniük az iskolába. Jelentős a játékos mozgás a holt szezonban a kisvárdai labdarúgó csapatnál. Az MB2 negyedik helyén végző együttestől 8 futballista távozott, pótlásukra eddig 5-en érkeztek. Történt változás a szakmai stáb összetételében is, Sós Imre helyét Kovács János foglalta el. Ugyanszként a 7. 11. hely valamelyikét célozta meg a kisvárdai futballcsapat, majd a téli erősítések után már dobogós álmokat szövögettek a klub vezetői. A nagyszerű tavaszi szereplésnek köszönhetően volt is esélye a csapatnak egy érmes helyezésre, végül azonban a 4. helyen zárta a bajnokságot a Várda. Menet közben még a 2. helyre is odaértünk, hát egy picit zavart keltett a fejekből a környezetben. Nagyon sokan már akkor esélyesként foglalkoztak velünk, és bizony ezért mi nem voltunk fölkészülve. Azt követő mérkőzéseken ennek az eredménye hatása látszott is, és bizony hiába játszottunk jobban Balmaz Újvárosban és Zalaegerszegen, az a koncentráció, ami szükséges ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, illetve hogy megnyerjük a mérkőzést, akkor nem volt meg a csapatban. Egy picit a motivációvesztésnek az eredménye az a 2 vereségünk, és azt gondolom, hogy az akkori visszacsúszásunk az 5. helyre teljes mértékben normálisnak és igazságosnak mondható, majd a hátralévő 2 fordulóban pedig már egy megkönnyebbült, egy felszabadultabb, örömfocit bemutató csapat futott ki a pályára, és Sopronban is és hazai pályán a Szolnok ellen is ugye 2 győzelemmel visszakerültünk a 4. helyre, ami összességében teljes mértékben pozitív és igazságos. A Kisvárda kerete jelentősen átalakul a nyári szünetben. A kölcsönben lévő Koszta, Bagi, Csirus és Ribánszki visszatért csapatához. Eszlátyira, Kulcsára, Lázára és Graszülre nem tart igényt a klub. Egyelőre 5 játékos érkezése biztos, Karas Péter Debrecenből, Lengyel Béla és Vermes Krisztián Szolnokról, Olá Gergő, valamint Szabó Péter pedig Szegedről teszi át a székhelyét a Várkertbe. Van még az MTK-nál 3 játékos, akikkel már megállapodtunk, legalábbis a klub, a 2 klub megállapodott. Engedélyt kértek most, hogy az Európa Liga, amíg zajlik, addig ott lehessenek, és mivel nevező vannak, addig ott is részt vehetnek a sorozatban. Az egyik a fiatal Talabér Attila, aki már a mi játékosunk, illetve van még ott a Soroksáron volt legutóbb kölcsönadva a Korozmán Kevin, aki a teljesítményétől függően szintén vagy marad, vagy hozzánk jön, és van még egy fiatal kapus, aki legutóbb Kazin Barszikán védett. Azt gondolom, hogy a fiatalok terén léptünk előre, és természetesen van több olyan fiatal, akik 22-én csatlakoznak a keretünkhez, és kiválasztjuk közülük azokat a játékosokat, akikkel nekifutunk majd a következő nagyon hosszú szezonnak. A következő szezonban 20 csapatos lesz az NB2, azaz 38 fordulóvár a játékosokra. A kisvárdai csapat szakmai stábjában is történt változás, a távozó Sós Imre helyére a legutóbb Nyírbátorban dolgozó Kovács János érkezett.
Bravúrra van szüksége az Ibrányi futballcsapatnak az NB3-ba kerüléshez. Gerlicki Máté együttese az osztályozó első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett Kaposváron. A visszavágó szombaton 15 órakor kezdődik Ibrányban. Nem volt szerencséje a megyei első osztályban élen végző Ibrányi csapatnak. Túl azon, hogy a visszalépések miatt 6 csapat játék nélkül jutott az NB3-ba, Gerlicki Máté együttese a 2 éve még NB1-es Kaposvárt kapta. A párharc első felvonásán vendégként 3-0-ás vereséget szenvedett az Ibrány, mégpedig úgy, hogy a hazaiak az első félidő végén és a második játékrész elején 4 perc leforgás alatt döntötték el a mérkőzést. Az Ibrányiak a visszavágón szeretnék ledolgozni a hátrányukat. Itt lesz, ami lesz alapon kell futballozni. Természetesen azért az elsőtől az utolsó percig meg van tervezve. Periódusokra kell bontani egy ilyen mérkőzést is. Én úgy gondolom, amikor 3 gólos hátrányban vagy, akkor is meg kell tervezni. Egész mérkőzés alatt nem lehet letámadni és az ellenfélnek menni, főleg nem egy ennyire jó ellenfelet. Nincs veszve semmi, én úgy gondolom, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, minimálisak a továbbjutási esélyeink, de amennyi esélyünk van, azt mindenféleképpen szeretnénk megragadni. Az Ibrány-Kaposvár mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik. A találkozón Gerlicki Máté számíthat az első meccsen sérülés szenvedő játékosaira is. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Kamionos és buszvezetői állásokat kínáltak több száz érdeklődőnek helyi fuvarozó vállalkozások Nyíregyházán. Olyan sofőröket kerestek, akik már részt vettek egy speciális képzésen. A hivatásos járművezetőkből hiány van Magyarországon, jelenleg 6000 üres állásra keresnek jelentkezőt. Informatikai hátterük fejlesztésével a Digitálisan felkészült vállalkozás címet is elnyerhetik a hazai kis- és középvállalkozások. A korszerűsítő cégek ezzel a minősítéssel akár többlettámogatást is kaphatnak egy-egy pályázatnál. Erről is szóltak a Modern Vállalkozások Program nyíregyházi bemutatóján. Mától kötelező bejelenteni azokat a furt kutakat, amelyekből ivóvizet fogyasztanak a lakók. A június 15-én életbe lépett kormányrendelet módosítás szerint ezentúl az illetékes jegyző engedélye szükséges a furt kutak kialakításához. A kérelmek beadásához egy 5000 forintos illetékbélyeg is szükséges. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 15-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészik honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos meleg időre számíthatunk. Kissé szárazabb, több fokkal melegebb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, így jelentősen erősödik a nappali felmelegedés. Este még zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszaka csökken a felhőzet, a csapadék is megszűnik. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggel általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő lesz a jellemző, időnként több fátyol és gomoly felhővel, napközben legfeljebb kisebb futózápor fordulhat elő, a déli szél megélénkül, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti jellegű hatás kezdődik térségünkben. A hét utolsó napjaiban általában sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok, jelentősebben vasárnap délutántól növekszik meg a felhőzet, és akkortól egyre több felé kell csapadékra számítani, meleg marad a levegő, különösen pénteken lesz forróság.